Köszöntöm a nézőket! Önök a Pannon Gazda mezőgazdasági magazin műsort látják. Mai műsorunk tartalma egy-egy mondatban. November 11-ére, Márton napra tekintünk előre, és a libatenyésztés helyzetével foglalkozunk. Kelendő-e a libahús, vagy inkább a tolláért kell a libát tartani? Márton naphoz számos szokás fűződik, közülük egyik az újbor kóstolása. Lesz-e minőségi termés, és a növényi betegségek hogyan hatnak a bor alakulására? Van-e távlata a szabadföldi zöldségtermesztésnek? Csak a technológiai szabályok betartásával lehet minőségi árut termelni. Tartsanak velünk! Terménytőzsdei híreink következnek. Márton nap a néphagyományban jelentős ünnep. A hiedelem szerint ezen a napon libapecsenyét kell fogyasztani, hogy egész évben gazdagon terített asztal legyen a háznál. Vajdaságban az elmúlt évtizedekben visszaszorult az ágazat, megcsappant a liba állomány, ám kiviteli lehetőség is van benne. Következő riportunk erről szól. A több hasznú állatok hallatán akarva akaratlanul a szarvasmarhára vagy a birkára gondol az ember, azonban kevesen tudják, hogy a liba is több hasznú, hiszen nem csak mája véget lehet nevelni, hanem a húsa és a tolla véget is. Oromparton Gulyás Csaba egyedi vállalkozást folytat, amit édesapjától örökölt, és arra törekszik, hogy ezt az ágazatot ismét fellendítse a vajdaságban. Én nekem az elsődleges célom a tollfeldolgozás, viszont az utóbbi 20 évben hanyatlásnak indult a libatenyésztés, és nem elhanyagolható dolog, hogy a nyersanyagot a libák termelik, tehát nekünk libára van szükség ahhoz, hogy tollat tudjunk feldolgozni. Én potenciált látok benne, ugyanis Japánnal 3 éves szerződést írok alá minden évben, tehát igazából minden évre 3 évre szerződünk. Szerintem a libatenyésztés most egy kifizetődő tevékenység. 5-6 millió liba volt annak idején Vajdaságban, ami most akár 100 000-re lecsökkent, tehát jelentősen megcsökkent ugye az állomány. Az oka, tehát valószínűleg a kifizethetőség. A tollipar 80-as, 70-es években nagyon-nagyon fejlődött, és ugye akkor is Japánba szállított Szerbia, nagyon minőséges libapályát tudtunk előállítani. Sajnos az állami cégek tönkrementek, édesapám volt utolsó hírmondó, ki úgymond vállalkozóként tollfeldolgozással foglalkozott hivatalosan, és hát ő 98-ban meghalt, a cég 2002-ben, mondjuk úgy, hogy már 98-ban édesapámtól hallottam, hogy kezd valami a piacon, mint a csökkenne a kereslet a libapehelyért, de az mindig ingadozott. De azok után mély zuhanásba került, hogy ő is kiesett, mint felvásárló a tollpiacról, és az emberek is kicsit úgy, tehát ugye a libát nem volt érdemes tépni, az ára lement mondjuk az 1500 dináról 500 dinára a libatolnak, még a hús is valahogy ambagyták a fogyasztását, vagy nem tudom, nem foglalkoztak annyira vele. Pedig egyik legegészségesebb hústermékünk, amit tudunk fogyasztani. A fiatal tenyésztő és feldolgozó már a kooperációra is gondolt, ám akadályba ütközött. Így inkább úgy döntött, hogy saját farmján neveli fel azt az állományt, amely a kellő mennyiségű nyersanyagot biztosítani tudja a feldolgozáshoz. Föltérképeztem Vajdaságot, hogy a liba tényleg nagyon kevés van az országban, így elkezdtem saját magam tenyészteni őket. Tehát egy 3 év elmúlt azzal, hogy tapasztalgassak. Igazából most is tanulunk minden nap, minden órában, de az alap az 2012-től 2015-ig. Az első szállításom 2015 év végén történt. Nevetséges áron szállítottam Japánba, tehát ahhoz képest még most is ugye alacsony áron tudok dolgozni, ahhoz képest mi a világpiaci ára a libapejnek. Ez azért, mert nem tudok mennyiséget szállítani.
Tehát a sorsforduló, mondanám, hogy most történik. Tehát ugye tavaly a japán üzletfelem hajlandó volt belefektetni a farmba és a cégbe, mert ugye nekem még saját erőm nem volt, örökség nem sok minden maradt a cég tönkremenetele után. Teljesen új vállalatot kellett építenem, új osztályozó, új mosóvonalakat, új engedélyszámot kellett kérni, ami már nem olyan egyszerű volt, mint 20 évvel ezelőtt, tehát most már úgymond félig HACCP standard szerint kell a tollat is feldolgozni. Úgyhogy a fordulat az most zajlik, mondanám azt. Tehát most jövőre kéne biztosítanom nagyon mennyiségű tollat, hát és szeretném is még nagyobb, még jobban szaporítani a farmot. Bár a libatenyésztés egész éves foglalkozás, mégis a húsának fogyasztása még mindig idén jellegű. Márton napkor és a karácsonyi ünnepek tájékán kerül asztalra, holott kiváló minősége miatt egész évben fogyasztani kellene. A gazda ezen szeretne változtatni. A toll igazából az egész éves vállalkozás, tehát mondjuk az első tépés május végén, június elején kezdődik, 6 hetente lehet tépni a libát, ugye, amikor megérik a toll, és egészen november közepéig, attól függ az időfüggvénye, hogy milyen az időjárásunkat, ebben az időjárásban pillanatnyilag nyugodtan lehet tépni. A hús. A hús az idényjellegű volt, én ezt szeretném megváltoztatni, tehát mink kezdünk libákat vágni már ugyanúgy júniusban, tehát megfelelő, tehát ki kell választani, hogy melyik libát lehet vágni, ugye azokat el kell különíteni, hízlalni kell őket, vagyis, mert ugye aki szabadon van itt a libák, akik kint élnek és tépve vannak, azok sportkondícionáltak, tehát nem egy kövér libák, és akkor, mert ugye a tolltermelésre fektetik az energiát, a húsra külön másik energiát kell biztosítani nekik. Úgyhogy én ezt szeretném átfordítani, hogy ne csak idén jellegű legyen. Most már vannak vásárlóim, amire törekszek, hogy organikus állatokat állítsak elő. Most már vannak partnerem, akik hajlandók organikusan termelni. Persze ez még nem bio, csak úgymond régi gazdálkodási móddal állítsák elő a takarmányt, és próbálom tőlük vásárolni a takarmányt. Úgyhogy én hiszem, hogy pár éven belül ez tud állandó húspiacot biztosít. A tollpiac már most se probléma. Tehát tollból nincs elég. A fejlesztéshez és a bővítéshez hatalmas beruházásokra van szükség. A külföldi piacon való érvényesüléshez az uniós szabályoknak kell eleget tenni, de nem lehetetlen. A tervezés folyamatban van, és akár egy vágóhíd is létesülhet az Oronparti libafarmon, ahonnan nagy mennyiségben kerül értékesítésre a minőséges libahús. A Mártonnapi lúdvacsora után Márton poharával, azaz a novemberre kifort újborral szokás kocintani. A szakemberek véleménye szerint az idei szüretből lehet jó minőségi bort várni, azonban a szőlőtermesztésre és a borkészítésre egész évben számos veszély leselkedik. Évről évre egyre több növényi kártevő és betegség tolakodik be térségünkbe, veszélyeztetve haszon növényeink, gyümölcsöseink, szőlőskertjeink egészségi állapotát. A vegyszeres kezelés összetett és drága, a szakembereknek is alapos felkészülést jelent a helyes növényápolási kezelések sorrendjét meghatározni. Zaštita vinograda je u velikoj meri određuje i prinos i kvalitet samog grožđa. Evo možemo navesti kao primjer ovu godinu, gdje smo recimo u toku vegetacije, recimo juni, maj mjesec imali dosta padavina, dosta problema generalno sa prouzrokovačima bolesti, ali su bile nešto malo niže temperature i vinogradari su to dosta odlično shvatili, tako da smo do kraja došli do jedne berbe koja je ispala vrlo, vrlo lepa, možda jedna i od boljih berbi u posljednjem periodu, dakle vrlo harmoničan rod po pitanju kvaliteta koje može dati u vinu i lep sadržaj šećera i kiselina i aromatika, tako da, evo, ali naravno u vinogradima gdje su vinogradari uspjeli da se izbore sa ovim problemima. Veliki problem u vinogradarstvu ne predstavljaju one bolesti, da kažem, na koje smo navikli, koje su već dugo tu i s kojima znamo kako da se borimo, kao što su, ne znam, plamenjača, pepelnica, siva, trulež, naravno i one mogu naneti velike probleme, ali tu negdje imamo rješenja. Problem nam predstavljaju pre svega neki prouzrokovači bolesti za koje nemamo efikasna rješenja, kao što su recimo
U posljednje vrijeme zlatasto žutilo, odnosno fitoplazme koje prouzrokuje flavescens dore, koja nanosi zaista velike probleme svuda širom Srbije, naravno i regiona. I to su problemi za koje nemamo brzo rešenje, nemamo efikasno rešenje, ali na tom suzbijanju, odnosno na rešavanju tog problema radimo i moramo raditi. Dakle, pre svega mere koje podrazumevaju borbe protiv prenosnika fitoplazmi, odnosno u ovom konkretnom slučaju kada pričamo o zlatastom žutilu, to su naravno cikade. I to je jedina mera. Ono što vinogradari već vrlo dobro znaju da prepoznaju kakve ona simptome daje na čokotu i znaju da takve čokote treba što pre ukloniti iz samog vinograda kako ne bi predstavljali potencijal izvor zaraze za druge čokote u vinogradu. A minőségi bor előállításában nagy szerepet játszik a növényvédelem, a fajta megválasztása és az időjárási viszonyok alakulása. A jó hozam eléréséhez fontos már a lombhullatást követően elvégezni az őszi-téli lemosó permetezést, továbbá a tápanyag utánpótlásra ügyelni, mert csak így nevelnek a tőkék egészséges vesszőket, ami alapja a jó borhozamnak. Kontrolla svih vrsta bolesti, ali pre svega gljivičnih bolesti je vrlo bitno u samom vinogradu. Naravno da ako jedan vinograd recimo ne štitimo godinu dana, pitanje je šta ćemo do godine naći. Dakle, u vinogradu ne možemo kampanjski raditi, nego moramo iz godine u godinu imati jedan kontinuitet i održavati vinograde u zdravom stanju. Pre svega gljivične bolesti mogu ostaviti vrlo velike efekte, dakle da imamo kompletan gubitak roda, pa čak i da vinograd uđe nespreman u narednu vegetaciju, te da na taj način imamo i jedan značajan pad kada je u pitanju broj čokota u vinogradu, tako da gljivične bolesti pre svega, a i druge imaju vrlo veliki uticaj i na prinos, ali ono što je vrlo bitno i na kvalitetu. Koliko nama čokot nije u dobroj kondiciji, u dobrom zdravstvenom stanju, ne možemo i očekivati da imamo dobar kvalitet, makoliko druge sve druge mere preduzmemo. Ako ovo zanemarimo, onda smo, da kažem, u velikom problemu i sigurno da razne bolesti u vinogradu mogu naneti velike štete, pre svega po pitanju i prinosa i po pitanju kvaliteta grožđa. Ahhoz, hogy minőségi bort termeljen a gazda és a különböző borversenyeken megmérettessen, esetleg kiváló eredményt is érjen el, elsősorban a növényápolási munkákat kell szakszerűen elvégezni az ültetvényen. November az őszi mezőgazdasági munkák befejezésének ideje. A szabadföldi zöldségtermesztésben azonban egész évben van munka. Sok a korszerű technológia és sok a követelmény. Ezért a többszöri vetésváltása gyakori. Még november első napjaiban is szépen zöld el a sárgarépa, a cégla és a pasterna a felsőhegyi Boros László zöldségnövénytermesztő parcelláin. Az egész évben friss zöldséget a piacra termelés híve, így a vetésváltást is gondosan tervezi meg. Míg más gazdaságokon az összegzés kezdődik, addig ő nem végezhet számadást, mert folyamatos a szedés, a szállítás és a kiadás. A feldolgozónak adja át a terményt, mert úgy véli, hogy a leszerződött biztos piac jelenthet egészséges körforgást a termesztésben. Még a pasternák az hátra van, sárgarépát, amit még ezután fogunk felszenni, céklát, a karfioloknak a betakarítását még nem kezdtük. Tehát még összegzést nem tudunk, hát remélem, hogy egy olyan közepes évet tudunk zárni az idei évvel is. A kora tavaszi esőzések, vagy inkább a késő tavaszi, tehát ott május, az végig annyira esős volt, hogy szinte egy hónap késéssel tudtuk kirakni a paprikánkat, a kápia paprikánkat, aminek a hozamán azért meg is látszott ez a terméskiesés. Utána ez a rövid esős periódus után jött egy száraz, meleg periódus, ott meg az öntözésre kellett nagyon nagy odaügyelnünk. Teljes kapacitással minden öntöző rendszerünk üzembe volt helyezve. Mindezek mennyire tetézték a kiadásokat, a költségeket? Hát igen, az öntözés az költség, az bármilyen üzemanyaggal is üzemeltessük az öntöző rendszert, az költség. Ugye a villanyárom a legolcsóbb,
a dízel pedig a legdrágább formája az öntözésnek. Előre sose tudjuk, amikor kirakjuk a növényt, amikor földbe tesszük, hogy ott mi is fog a profit lenni. Hát mindig abba bízunk, hogy jó év lesz, kicsit a földolgozó is megérti a nehezebb évet is, akkor jobban díjazza, jobban árazza. Hát ez a fűszerpaprikánál meg is látszott. Itt a hazai piacon is 48-50 dinárt is adtak a leszerződött 46 helyet, de a külföldiek azok kérték 50 dinár fölötti áron is. A kapja paprikánkra arra egy magyar céggel volt szerződésünk, azt is el tudtuk adni. A többi növényünkre, az is nagy vonalakban mindenünk le van szerződve, tehát előre megcsinált szerződés alapján termeljük. Van benne egy kis olyan jellegű rizikó, hogyha fölment az ára, mi akkor is kötelesek vagyunk ugye azért leszerződött ári odaadni. Hogyha szabadon csinálnánk, ugye, akkor nem függünk ettől, de viszont volna egy rizikó, hogyha nem megy a piacon, akkor nem tudnánk eladni. Most milyen szinten alakul a hazai zöldségnövénytermesztés? Mindenféleképpen a nagyobb területen és már-már ipari mennyiségben és technológiával való termesztésnek lesz igazán piaca, vagy a kis családi vállalkozások is helyt állhatnak? Hát én úgy nézem, hogy a kis családi vállalkozások nem nagyon tudnak helyt állni, csak a nagyobb, az iparnak termelt mennyiség. Tehát viszonylag kicsik a profitok, nagyon kicsiben nem érdemes csinálni, nem tudja az ember értékesíteni. Rá van kényszeredve, hogy kicsit nagyobbat csináljon mindent, hogy a vevők megkeressék, hogy el tudja adni, tudja értékesíteni az árut. Habár régen, 10-20 évvel ezelőtt ez sokkal egyszerűbb volt, kicsibe is lehetett csinálni, el lehetett adni, vagy esetleg összefogva el tudtuk adni, de ez sajnos, ez az értékesítési forma megváltozott. Minőséget követel, sokkal nagyobb minőségű árukat követelnek, mint 10-15 évvel ezelőtt. A növényi vagy vegyszermaradványokat is szigorúan ellenőrzik. Ott is van problémánk, egy néhány gyomirtót ugye azt bevonnak, amit nélkül nem is tudom, hogy tudunk termelni. Mint ahogyan a gazda elmondta, a feldolgozóipar csak az első osztályú minőségi terméket vásárolja föl. Szükséges az ágazat támogatása, a kivitel serkentése, de nem utolsó sorban a termelők szövetkezése. Az érvényesüléshez pedig a szaktudás elsajátítása és a technológia betartása a termesztésben. Ez volt mai műsorunk tartalma. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!